Sziasztok! Ma arra érkeztem az irodámba, hogy Mazsola és Tádé a tökházikó mellett itt beszélget, hogy mégis meddig emelkednek az ingatlan árak, mert nem tudják, hogyha kinövik a jelenlegit, akkor hova fognak elköltözni. Tekintettel arra, hogy a kérdés abszolút releváns, ezért a mai videót ennek a kérdésnek szánnánk, ugyanakkor átugornánk a tökházról a valós lakóingatlanokra. Nézzük meg, hogy mi történt eddig az idei évben. Ugye februárban bejelentésre került a babaváró hitel, használt lakásra érhető csok kedvezményes hitel 3%-os fix kamatozással a futamidő teljes egészében. Mindez oda vezetett, hogy január és szeptember között országosan, átlagosan 15%-kal emelkedtek az árak, ami egy hatalmas ugrást jelent. Ugyanakkor ma már alacsonyabb kereslet dinamikáról beszélünk, visszaestek az adásvételek száma. Érdemes tehát belenézni a jövőbe, hogy mi az, ami várható. Na, kezdjük onnan, hogy ma egy átlagos 50 négyzetméteres lakás, attól függ, hogy az ország melyik pontján vagyunk, 15 és 45 millió forint közötti értékkel bír. Az említett 15%-os, helyenként 20%-os áremelkedés azért azt jelenti, hogy a családoknak ma már nem evidens, hogy az plusz 4-8 millió forintot hogyan teremtik elő ahhoz, hogy hitel nélkül meg tudjanak vásárolni egy ingatlan. Egy átlagos családnál hiába emelkedett a fizetés az elmúlt években dinamikusan, 6-12 hónap alatt nem terem a fiókban sem a bankszámlán 4-8 millió forintnyi plusz megtakarítás. Tehát egyértelműen ma az ingatlan piac az ároldali korlátokkal bír. Ezt mutatja, tehát túl magas ár nehézkessé teszi a tranzakciók megvalósulását. Ezt mutatja az MNB-nek a jelentése is, ami budapesti viszonylatban már túlfűtött ingatlan piacról beszél, elsősorban a belváros vonatkozásában. Ugye, ha nem tudjuk megvásárolni készpénzből megtakarításba az ingatlant, akkor rendelkezésre áll a hitel, ami ugyebár pillanatnyilag történelmi mélyponton lévő kamatokról beszélhetünk, miért ne vennénk fel hitelt. Igen, de ahhoz, hogy hitelt tudjunk felvenni, 20-25-30% önerőt biztosítani kell. Ha figyelembe vesszük, hogy mennyivel emelkedtek az ingatlanárak, akkor mindez azt jelenti, hogy 6-12 hónap alatt másfél-két millió forinttal nőtt esetenként a drágább területeken a szükséges önerő, a szükséges saját megtakarításnak a minimuma ahhoz, hogy el tudjunk indulni az ingatlan vásárlással. Ez is egy tetemes összeg. Az átlagos fizetés az elmúlt egy évben körülbelül 20-25 ezer forinttal nőtt havi szinten nettó mértékben. Havi plusz 20-25 ezer forintból nagyon nehéz 1-2 millió forintnyi többlet megtakarítást összetenni, hogy az önerőm meglegyen a hitelből történő vásárláshoz. Ez az tehát összességében, ami miatt azt mondhatjuk, hogy ma már túl magasak az árak, ma már nem feltétlenül számíthatunk arra, hogy drasztikus mértékben tovább emelkedjen az árszint. Igen, akkor jelenti mindez azt, hogy érdemben csökkenni fog az ingatlanár? Nem feltétlenül, ugyanis azt látjuk, hogy a fizetések emelkedése vélhetően továbbra is infláció feletti marad. Mindebből az következik, hogy sokkal inkább egy stagnáló, minimálisan emelkedő, helyenként minimálisan csökkenő árkörnyezetre számíthatunk, semmint egy drasztikus ár visszaesésre, hiszen kereslet oldalról mennek föl a havi bérek, hitel lehetőség oldalán van egy tartósan alacsony kamatszint, ami lehetővé teszi a hitelfinanszírozást is, adásvételek száma nem feltétlenül pörög hatalmas dinamikával, köszönhetően annak is, hogy a befektetői keresletet kiszorította az új állampapír, ami 5%-os kamatot biztosít éves szinten kockázatmentesen, akkor miért tegyem a pénzem egy kockázatos ingatlanba, mikor megkereshetem az 5%-ot kockázatmentesen. Tehát gyakorlatilag a mai csillagok együttállása azt jelenti, hogy megítélésünk szerint sokkal inkább egy stagnáló árkörnyezetre számíthatunk a jövőben.
Mi az, amire finanszírozási hiteloldalról számíthatunk, vagy állami ösztönzők oldaláról számíthatunk? Itt inkább azt mondanám el a tartósan alacsony kamatszintek mellett, hogy nem számíthatunk határozottan új állami ösztönző megjelenésére, hiszen borzasztó sok új elem jelent meg a falusi csoktól, a csok támogatott hitelen át a babaváró hitelig, ami után már érdemi új támogatási forma nem várható, hogy megjelenjen az állam részéről. Ugye még egy nagy tényező van, az az áfa. Ma már biztosra vehető, hogy jövő év január 1-től az újépítési ingatlanok áfája fel fog menni a kedvezményes 5%-ról 27%-ra. Ez önmagában drágítani fogja az újépítési ingatlanok árát úgy, hogy már ma is van bizonyos helyeken érdemben eladatlan mennyiségű újépítésű lakás. De ennek ellenére sem számíthatunk sajnos számottevő árcsökkenésre az újépítésű ingatlanoknál, hiszen maga az építőanyag költsége, maga a munkaerő költsége nem változott negatív irányba, nem csökkentek ezek a költségtényezők, tehát nem tudnak a kivitelezők árat csökkenteni. Egyetlen egy esetben fordulhat elő újépítésű ingatlannál drasztikus árcsökkenés, ez a becsődölt projektek. De ezeknek a száma vélhetően alacsony lesz, így erre nem érdemes igazán számolni. Amit ma az ingatlanpiaci gondolkozással tehetünk, az nem több, mint hogyha ingatlan szeretnénk vásárolni. Élünk azzal, hogy nem pörög annyira a piac, tehát gondosan választjuk ki az ingatlant, kellő tájékozódás alapján megfelelő alkut próbálunk meg lefolytatni, és tudatosan tesszük össze a finanszírozási struktúrát a háttérben. Élünk a babaváró hitellel, a csokkal, a támogatott csok hitellel, és megfelelő piaci hitelt teszünk mellé, amennyiben ez szükséges. Egyértelmű, hogy mindezeknek a tárházaknak az egymás mellé rendezése már egy komoly szakértői munka, de ezért áll rendelkezésetekre a bankmonitor. Itt van a lakáshitelkalkulátorunk, használjátok a legjobb szolgáltatást, rendelkezésetekre állunk teljes ügyintézéssel. Érdemi különbségek vannak a banki ajánlatok között, érdemi differencia lesz abban, hogy jól teszitek össze a finanszírozási oldalt, vagy nem teszitek össze jól a finanszírozási oldalt. Az ingatlanvásárlóknak az a jó hírem tehát, hogy rövid távon bekövetkező nagy áremelkedésre nem számítunk, mindenki nyugodtabban vásárolhat lakást, lassabban dönthet, jobban összeteheti a hitelezési háttért, élhet a szakértői támogatással, és dönthet megfontoltan. Használjátok a bankmonitort, mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hiszen ma már velünk van Mazsola és Tádé is, ők is nálunk tájékozódnak, várunk titeket is legközelebb, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! És legutolsó sorban, aktualitása miatt boldog Halloween!